Komoly nyomás alatt a brit kormányfő, miután a londoni parlament pénteken harmadszor is leszavazta az EU-val kötött Brexit megállapodását. A kormányzó konzervatívok megosztottak abban a kérdésben, szükség van-e előrehozott választásra, ha hétfőn a képviselőház véleménynyilvánító szavazáson úgy dönt, Theresa May próbáljon előnyösebb feltételeket elérni Brüsszelben. May igazságügyminisztere már utalt arra, hogy a kabinet ezt nem hagyhatná figyelmen kívül. A legjobb eredmény a miniszterelnök megállapodása, de ha a parlament ezt nem pártolja, meg kellene fontolnunk, mi az, amit szeretne. Egyelőre azt láttuk, mi az, amit nem szeretne. Nem hiszem, hogy felelős dolog lenne megállapodás nélkül távozni, mondta a BBC-nek David Gove. Közben felmérések szerint az ellenzéki munkáspárt 5%-kal átvette a vezetést a népszerűségi versenyben. A párt szóvivőjét arról kérdezték, terveznek-e bizalmatlansági indítványt Theresa May-jel szemben. Meglátjuk. Nyilvánvaló, hogy úgy tűnhet, megérett az idő egy újabb indítványhoz. Ez egy testületi döntés, és attól tartok, nem olyasmi, amit ebben a műsorban fogok meghozni, mondta Emily Thornberry. Brit sajtóhírek szerint a konzervatív párt frakciójának számos tagja aláírt egy levelet, amelyben arra szólítják fel a miniszterelnököt, hogy a megállapodás nélküli kilépést részesítse előnyben a Brexit puhább változataival szemben.